A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de az első negyed végére felzárkóztak a kék cápák, így csak egy pont különbség volt a két csapat között. A második 10 percet 5 ponttal nyerte az MTK Török Bálint, amely a harmadik negyedben már 11 ponttal is vezetett. Innen kapaszkodott vissza két pontra a házigazda, de a Török Bálint a negyedik negyedben ismét ellépett ellenfelétől. A nyíregyháziak végig futottak az eredmény után, de fordítaniuk nem sikerült, így 6 ponttal győzött a vendégcsapat, a Blue Sharks pedig elvesztette pálya előnyét a két nyert meccsig tartó párharcban. Gratulálok az MTK-nak, mert ők jobban akarták ezt a győzelmet, megérdemelték ezt a győzelmet. Sajnos úgy játszottunk, ahogy egész héten edzettünk. A fele csapat úgy gondolta, hogy már vége van a szezonnak, nem tudtuk őket feldobni, nem tudtuk őket motiválni, így játszottunk, tanulni kell a hibákból, el kell menni Pestre, és ott kell nyerni. A vendégek edzője, a korábban játékosként Nyíregyházán is szereplő Szarvas Gábor szerint is a motiváltabb csapat nyert a mérkőzést. Úgy éreztem végig a mérkőzés folyamán, hogy mi jobban akarjuk ez az ötödik helyért való keresztjátékba való bejutást. Ugyanakkor rámentünk a Nyíregyházának a gyengéjére. Elemeztem az Osa elleni párharcokat, és azt vettem észre, hogy gyengébben dobnak kívülről, mint inkább, hogyha hagytuk volna Bús Ivának a 2-2 zicsereit, vagy a Gentnek a belső kosarait. Ezt egy zónával sikerült kiküszöbölnünk, külső dobásra kényszerítettük őket. Ez most szerencsére nem működött nekik. Lehet, hogy egy nézői szempontból egy gyengébb minőségű mérkőzés volt, de számomra edzői szempontból szakmailag kifogástalanul végezték el a srácok, amit szerettem volna. A hazaiak 15 pontig jutó játékosa, Cura Attila elmondta, hogy 3/4 előnyt adtak az ellenfélnek, így a hajrában már nem tudták utolérni a vendégeket. Az elején egyáltalán nem találtunk a gyűrűbe, támadásban nem találtuk magunkat, védekezésbe sem megbeszéltet nyújtottuk sajnos. A negyedik negyedbe akartunk kaparni, ott változtunk, de ez kevés volt, utána már csak futottunk az eredmény után. A két nyert meccsig tartó párharc második mérkőzését május 16-án rendezik Török Bálinton, a harmadik meccs pedig, amennyiben szükség lesz rá, egy héttel később lesz Nyíregyházán.